balra? Vigyázzatok, mert gyerekek vannak. 15 ember kellett az egyik PET hajó megemeléséhez, hogy Tisza becsnél vízre tegyék. A 9. felső tiszai PET kupát több mint 10 csapattal, 50 kenuval és közel 300 fővel tudták megszervezni. Idén is nagyon nagy, tehát örömmel vettük, hogy Felvidékről is és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők, egy-egy hajóval, és a többiek Magyarországról a legtöbbje, viszont van itt egy-egy csapatban Amerikából érkezők, Németországból érkezők, Hollandiából is érkeztek, tehát hogy mondhatni, hogy nemzetközi. A magyarok között már sok a veterán kalóz, de minden évben vannak újoncok is, akik biztosítják a lelkiismeretes utánpótlást. Van, aki ezt már 7 évesen elkezdi, beszippantja a PET kalózos életstílus, és évek múlva is ugyanolyan lelkesen beszél a feladatairól, mint a kezdetekkor. Én mindig szoktam menni portyázni, szemetet szedni az ártérbe, de igazából ételosztásba szoktam segíteni, azt a tiszatevi petjupán kezdtem el, az nagyon szoktam szeretni, mert mi kapunk utoljára. Hát a válogatást a végén az önkénteseknek nagyon szeretek segíteni, meg úgy, amilyen feladat ér. Betegítesz engem, ott szerelem, nálad nélkül mit ér az életem. Köszönöm szépen, hogy együtt énekeltünk megint. És ezzel most, ezzel az énekkel és ezzel a pillanattal a 9. PET kupát megnyitom. Az ünnepélyes rajt után pedig elindultak a hajók az expedíció második állomására, Tiszacsécsére. A Szálláshelyre megérkezünk, ott leverjük a sátrat, és ott már alszunk is, és másnap megint ugye kihajózunk, szemetet szedünk, megint ugye estére érünk oda, és ugye ez megy egy 8 napig. A PET kupa évről évre több ember figyelmét kelti fel, már nem csak lelkes önkéntesek vesznek részt a programon, sok a támogató vállalkozás és a kormány is segíti a PET kalózók munkáját. Régóta követem figyelemmel már a PET kupát, meg Vásárosnamenyben egy bő évvel ezelőtt hóesésben, amikor dolgoztak, akkor már személyesen is találkozhattam többükkel. De még nem volt eddig szerencsém részt venni a PET kupában, úgyhogy nagyon várom. Nagy szerelmese vagyok egyébként az evezésnek meg a víznek, tehát hogyha tehetem, akkor nyáron, ősszel, tavasszal, most a kollégáinkkal is csapatépítésként, akkor én is lapátot ragadok és vízre szállok. Úgyhogy szerintem olyan nagyon nagy lekopogom, olyan nagyon nagy meglepetések remélem, hogy nem fognak érni. De hát elképesztő nézni ezt a fantasztikus társaságot, akik két nap alatt ilyen kreatív csodákat megépítettek, és az idejük, energiájukat nem sajnálva most rászánják ezt a több napot arra, hogy tegyenek valamit a folyóért, úgyhogy én remélem, hogy méltó leszek arra, hogy én is a csapat tagja legyek. A 9. felső tiszai PET kupa, amely idén főként az Ukrajnával közös határvizeken halad, augusztus 8-án vasárnap ér véget Vásárosnaménynál.